A parlamenti pártok frakcióvezetőivel konzultált az e-heti uniós csúcs előtt Orbán Viktor. Az ellenzéki pártok képviselői az orosz-ukrán háború mellett, az inflációról, Paks 2-ről és az EU-s pénzekről is kérdezték a miniszterelnököt. A részletekről Szabó Tímát kérdezzük. A Párbeszéd társelnökét, jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Nálunk aztán tartottak egy sajtótájékoztatót. Miért tartották ezt a sajtótájékoztatót? Elvileg nem beszélhettek semmiről, vagy nem beszélhettek volna semmiről, ami ott azon az ártülésen elhangzott? Egyrésztről nem is beszéltünk semmiről, ami ott az ártülésen elhangzott, hiszen ami a lényeg volt, az emberek megélhetése, arról nem volt hajlandó beszélni Orbán Viktor, tehát az általunk feltett kérdésekre nem adott érdemi választ. Másrésztről pedig azt gondolom, hogy tehát itt azért ez nem olyan zárt ülés, mint mondjuk a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a zárt ülése, ahol esetleg tényleg államtitkok is elhangozhatnak. Az tény, hogy nem illik elmondani egy ilyen zárt ülésről, de egy olyan helyzetben, amikor a Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor nem hajlandó gyakorlatilag 12 éve leülni, vitázni egyetlen egy ellenfelével sem, most Márki-Zay Péterrel sem, amikor nem válaszol újságírói kérdésekre, akkor, amikor nem megy emberek közé, amikor még egy óvodába is golyóálló mellénybe megy, akkor nekünk igenis tájékoztatni kell a nyilvánosságot, illetve ilyenkor egy kicsit újságíróként is eljelenít, tehát nekünk fel kell tenni olyan kérdéseket is, amelyekre ő nem válaszol, vagy amelyeket újságírók nem tudnak feltenni, úgyhogy mi ezért tartottunk a sajtótájékoztatót. No, Kocsis Máté is ott volt, ugye, és figyelte, hogy miről beszélnek, és posztolt a Facebookjára, azt írja, elképesztő dolog történt ma a parlamentben, ugye leírja, hogy ugye nem egy ilyen EU-konzultációs testületülése után nem lehet az ellenzéknek elmondani, hogy ott mi történt. Ehhez képest dicső baloldalunk sajtótájékoztatót hirdetett az elhangzottak kapcsán, ilyen ez ideig soha nem történt, ugyanis törvénysértés nyilvánossá tenni a bent elhangzottakat. Ellátogattam tehát a baloldal sajtótájékoztatójára, hogy megnézem, mit mondanak, hogyan sértik meg a törvényt. A döbbenetes gátlástalanságuk igazán csak ott derült ki, amit a sajtó munkatársai előtt előadtak. Nagy részben köszönő viszonyban sem volt a valósággal, nem mondták el, mi történt az ülésen, helyette mondtak olyat, ami viszont nem történt. Szabó Tíma olyan kérdéseket tulajdonított magának, amelyeket odabent fel sem tett, és felsorolja mindenkiről, hogy miről volt szó, vagy miről nem. Nem tudjuk ellenőrizni, hogy ki mond igazat, mert nem voltunk ott az ülésen, ezt senki nem tudja ellenőrizni. Mondott ön olyat a sajtótájékoztatón, ami ott bent nem hangzott el? Először is Kocsis Máté nem oda jött a sajtótájékoztatónkra, hanem mondta, sompolygott a sajtótájékoztatónkra, ott elbújt egy sarokban, mi mondtuk neki, hogy álljon oda nyugodtan mellénk. Tehát egyrészt nekünk nincsen titkolnivalónk, már csak azért sincs, azért tartottunk sajtótájékoztatót. Másrészt meg nyugodtan cáfolja meg, hogy mi az, amit nem mondtunk, ami nem volt igaz, amit elmondtunk. Egyébként az a helyzet, hogy ez nem törvénysértő, bár Kövér László valóban megfenyegetett minket, hogyha bármit elmondunk, akkor annak lesz következménye. Ez is egy érdekes, hogy nem tudom, milyen következménye lehet, engem már 10 millió forintra megbüntetett, most mit fog csinálni, elveszi a lakásomat is. Hogy, szóval, hogy ne higgyék már azt ezek a fideszes tényleg országrombolók, hogy még minket fenyegethetnek, meg az embereket fenyegethetik azért, mert megmertük kérdezni Orbán Viktortól, jelen esetben én, hogy ha már akkora nagy utcai harcosnak tartja magát, akkor miért nem harcol az infláció ellen? Miért van az, hogy Európában az egyik legmagasabb Magyarországon az infláció, miközben, ugye itt most már 8,4% Magyarországon, az uniós átlag 5,5, és azt mondják most már a szakértők, hogy a 10%-ot is eléri, és ezek ugye január-februári adatok, amikor még nem volt háború, tehát itt szó sincs arról, hogy a mostani áremelkedés, hogy a mostani konfliktus lenne ennek az oka. Nagyon érdekes, hogy ahhoz képest, hogy mi nem mondtuk el, hogy mit válaszolt Orbán Viktor, ehhez képest Simicskó István, a KDNP képviselője, ha jól olvastam pont az ATV-n, akkor elmondta, hogy Orbán Viktor annyit válaszolt, tehát innentől kezdve, hogyha ő megtörte ezt az embargót, akkor én is elmondhatom, hogy Orbán Viktor valóban azt válaszolta. Annyi volt a válasza, hogy nem Magyarországon a legmagasabb az infláció Európában. Ennyit bírt mondani arra, hogy a kétharmadával nőtt a paradicsomára, egyébként erre utalt Kocsis Máté, nem hangzott el, persze, én nem is mondtam, hogy ez ott hangzott el, ezt én mondtam a sajtótájékoztatón. Tehát ezek szerint hogy a Kocsis Máté is elismert, hogy ez elhangzott, nem így, az infláció. Pontosan, tehát ő viszont elmondta,
De hogy minden ilyen kérdést, ami nekik természetesen kínos, hiszen semmit nem tett az elmúlt 12 évben Orbán Viktor az emberek érdekében, ilyen kérdésekre nem válaszolt a miniszterelnök. Még egy dolog említette, hogy sokszor újságírót kell játszaniuk, ma a parlamentben újságíró is volt, mert hogy oda ment Németh Zsolthoz, hogy miért tettek, hogy Ruszkik haza, ez a magánvéleménye, vagy miért tette ki ezt a posztot. A poszt alatti kommentekre hivatkozott. Én megnéztem azt a kis mini interjút. A kommentekből von le olyan következtetést, hogy itt a Fidesznek hogyan változott az álláspontja, és hogy nem változott az álláspontja? Mert ezt kérdezte Németh Zsolttól. Ezt is kérdeztem, de hát nem csak ezt kérdeztem Németh Zsolttól, hanem azt kérdeztem Németh Zsolttól, hogy Ruszkik haza, az vajon az ő főnökének, Orbán Viktornak is az álláspontja-e, hiszen ő volt az Európai Unióban az utolsó államfő vagy kormányfő Magyarország esetében, aki nem támogatta a szankciókat, aki megpróbálta megakadályozni az Oroszország elleni szankciókat. Ő volt az, aki 2014-ben titokban kiment Moszkvába, és úgy jött vissza, hogy Putyinnal kötött a magyar emberek háta mögött egy 4000 milliárd forintos orosz hitelt, amit még az unokáink is fizetni fognak. Ő volt az, aki folyamatosan, aki hiába szavazták meg a fideszes EP képviselők most Brüsszelben, hogy fel kell függeszteni a mindenfajta üzleti megállapodást az orosz Rosszatommal, és ki kell rúgni a kémbankot. Ehhez képest azt mondta Orbán Viktor, hogy ezt nem fogja megtenni. Tehát nem az a hivatalos álláspont a Fideszen belül és a kormányon belül, hogy Ruszkik haza, hanem még mindig az orosz barát politikát folytatja Orbán Viktor. Na, ezt megkérdezzük Németh Zsolttól mi is, mert hogy elvileg holnap érkezik hozzánk, majd megkérdezem, hogy változott-e akkor az állás, mondjuk, mert egyébként ő azt mondta, hogy nem, Orbán Viktor ugyanazt gondolja, amit ő ebben a pontban ezt mondta. Reméljük, hogy ez hamarosan így is lesz valóban, mert egyelőre Magyarország ennek a barátságnak, szoros barátságnak csak a kárát látta eddig. Szabó Tima, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm.